Hegyköz medencéjében vagyunk, Fűzér, és a látvány ott a hegyeknél Pálháza látható, és a hegyek mögött Sátoraljaújhely, Sárospatak, és ezt a völgyet figyelte ez az erődítés. A Felegvár bizonyíthatóan az Aba nemzetség idejében épült, akkor csak egy körítőfal volt ezen a platón. 910-es évek elején, még az első háború előtt egy erdészeti segédtiszt a Magyar Műemlékek Országos Bizottmányának Budapestre intéz egy levelet, felhívva a figyelmet, hogy ez a vár megérdemelne egy kutatást, egy régészeti kutatást és egy részleges rekonstrukciót. Később 30-as évek elején először Lux Kálmán, utána Lux Géza érkeznek ide, felméréseket készítenek. Oltai Péter szintén 10 évét áldozta Fűzérre. A kápolnára tetőt épített, és a keleti kaputorony részleges rekonstrukcióját és fedéssel való ellátását is ő végezte el. Ő tervezte a rekonstrukcióját a sáfárháznak, a sütőháznak és a konyhának is. Oltai Péter fiatal munkatársai, Kelemen Bálint és Merl Nándor elméleti rekonstrukcióval látták el a várat. Ezeket is figyelembe véve, főleg Oltai Péter munkásságát, az elméleti rekonstrukciókat is figyelembe véve, a régészeti ásatásra és a történészi egyéb adatokra, levéltári kutatásokra, inventárium megfejtésére támaszkodva mertük elkezdeni csak egy részleges rekonstrukciót. Mögöttem látható a reneszánsz kert. A reneszánsz kertre természetesen a női palotaszány nyílik egy tornáccal. A tornác nem összetévesztendő az ámbitussal. Az a kétszintes ámbitus, ami a patkó alakú alaprajzú várat összeköti a két, a női és a férfi palotaszárnyal, illetve azokkal a közösségi helységekkel, jobb hiány így mondom, ami különböző tanácskozásokra és az étkezésre szólt, illetve az istentiszteletekre. Ez nem más, mint a palotaszárny három nagy terme. Az egyik ugye a öreg palota, így hívjuk. Ez a lovakterem tulajdonképpen, a mellette a belőle nyíló és kívülről is meg a konyha felől meg közelíthető ebédlőpalota, és a lovakteremből nyíló és védett magas gotikus kápolna. Az első kápolna az 1400-as évek elején épülhetett Zsigmond korába, és ugyanebben az évszázadban, annak legvégén, vagy pedig az 1500-as évek legelején épült a jelenlegi kápolna. A boltozat indító bordái, amik szintén in situ megmaradtak, az alatt baldahinos szoborfülkék vannak. Ugyanilyen és ugyanekkora méretű baldahinos szoborfülkék láthatóak a Kassai dómban is. Ezekben 8 szobor állhatott, remény szerint 2019 Nagy Boldogasszony napján az egri érsek felszenteli, újra szenteli a kápolnát. Amit itt látunk most, a patkó alakú építmény, az helyenként csak a bokrok aljába a vádlig érő falak voltak, helyenként embermagasságú falak, de voltak olyan hatalmas nagy oromfalak is, épp a nádor szobája felé, ahol mindkét szintnek a boltozati lenyomata, tehát a pince szintnek is, és a palota szány szintjének is a boltozati lenyomata tapasztalható volt. A homlokzat mutatja, hogy honnan volt a beavatkozás, tehát a mi terveink alapján honnan indultak azok a köművesek, akik tovább építették a meglévő falakat. Vár külső oldalán természetesen a vizeket már, a csapadékvizeket nem tudjuk összegyűjteni, tehát a feladatunk az volt, hogy minél messzebbre dobjuk ki a falaktól a csapadékvizet.
Itt a 19. század végi analógiákat hoztuk, amikor is mondjuk Árva váránál Pálffy gróf feltetette már a bádogcsatornákat, és ő is a belső oldali bádogcsatornák vizeit összegyűjtve ciszternába gyűjtötte, a külső várfalakon természetesen nagy, hosszú kiköpőkkel, itt sárkányos kiköpőkkel próbáltuk megoldani. A sárkány az igazából nem is sárkány, hanem griffmadár. A griffmadár az többször előjön a vár történetébe, jellemzően a cserépkályhákon is megjelenik a griff ábrázolás. Nagyon nagy kérdés, hogy szabad-e vár rekonstrukció, egyáltalán műemléki rekonstrukciót szabad-e építésznek megfogalmazni, hogy a műemléki gyakorlatnak az utolsó évtizedei tulajdonképpen arra szorítkoztak, hogy amiről hiteles ábrázolás és bizonyított forma és térforma és tömegforma nincs, azt nem is szabad helyreállítani. Különböző kisebb-nagyobb védőtetőkkel lehet védeni, hogy ne porlódjon szét a rom. Mi egy másik mesdjén mentünk. Azt mondtuk, hogy védőtetőket kell itt is, fűzéren is készíteni, de nem úgy, hogy egy kis hajlású tető megvédi a térdmagasság ígérő romfalat, hanem úgy, hogy megpróbáljuk helyreállítani a termeket, enteriőröket próbálunk vele varázsolni, és ezt mind az inventáriumok alapján, tehát a korabeli leltárok leírtak minden szobáról mindent, az, hogy milyen volt a boltozata, és az, hogy milyen bútorok voltak benne, és ki volt-e festve, vagy nem, és volt-e benne drapéria, afgán szőnyeg, vagy nem. Tehát ilyen módon, hogyha mi az alapfalakat ismerjük, a magasságokat ismerjük, a gerendázatokat ismerjük, a boltozatokat ismerjük, és az inventáriumban tudunk minden teremről mindent, vagy majdnem mindent, akkor szerintem mulasztásos bűn lett volna, hogyha a rekonstrukciót nem végezzük el.